Kedves ismerőseim, barátaim, családtagjaim, szeretném megköszönni, hogy eljöttetek, és egy kis időt rám fordítottatok, mert tulajdonképpen a műveimre fordítottatok. Nem sokat fogok beszélni, annyit szeretnék elmondani, hogy a kerítéstárlatot azért gondoltam megvalósítani, mert így az emberekhez, az utcára hoztam ki a művészetet. Tehát megint csak elmondom, hogy itt lehet jönni mezítláb, gumicsizmába, strandpapucsba, fürdőruhába, bármibe. Itt mindenki lát egy kis szépséget. Kinek az absztrakt, kinek a csendélet, kinek mi tetszik. És hát ennyit szerettem volna ebből kihozni. Azt kell mondjam, Ancsa, hogy bizony időről időre megszokhattuk tőled, hogy valamiféle őrületbe vágsz bele, mindig egy kicsit máshogy mutatod meg azokat a munkákat, amelyeket az utóbbi nem tudom, hogy hány év során, vagy akár évtized során készülnek el. Hát most egy kerítéstárlaton vagyunk, ami nem egyszerű kerítéstárlat, mert azért ide ellátogattak úgymond azok a munkáid is, amelyeket egyébként már láthattak akár a mezőberények ilyen olyan amolyan helyszíneken, gondolok itt mondjuk azokra a székekre, amik ugye a tavalyi berényi napokon nagy-nagy sikert arattak. Hát minek köszönhető kezdjük az, aminek köszönhető a mostani kiállítás? Hát most egy olyan gondolatom volt, hogy az utca emberéhez hozzuk ki a művészetet. Uh-huh. Tehát valaki elmegy a boltba, vagy elmegy tejér, meglát egy plakátot az utcán, hogy hú, de szeretném megnézni, de nem megyek haza, újra öltözök, és akkor így nem megy el. Itt meg lehet jönni gyalog, kerékpárral, gumicsizmába, akárhogy, nyugodtan meg lehet nézni, nem kell kiöltözni, és egy kis szépséget gondolom, hogy nyújtunk bárkinek, aki erre jár. Körülbelül hány munkáról van szó, és mekkora időtől lefel, mert ahogy én már említettem, vannak itt azért úgymond régebbi munkáid is. Régebbi munkáim nincsenek. Ezek olyan képek, amit még a nagy közönség nem látott, tehát ezek csak olyanok. Tehát mondjuk lehet, hogy van benne olyan, ami Gyulán volt kiállítva, de mezőberényiek nem láttak. Tehát ezek... És ez körülbelül hány munka? Hát körülbelül 70. És milyen jellegűek? Én látom, hogy a továbbra vannak, is az absztrakt az bejön. Hát igen, vannak. Tehát a kerítésenként van ugye külön szekciókra osztottam őket. Van absztrakt, van csendélet, akkor van egy szekció, amiben ilyen újrahasznosított anyagokra van festve, és akkor meg van a... Hát a arcképek, vagy hát nem portrék. Tudom, portrék, de hát nem olyanok, aki valakire hasonlít, csak én önmagamtól. Tehát az is ilyen absztrakt inkább. De mindenki fért egyébként? Mert itt azért van hely. Van még bent, igen. Hogy mi alapján választottál? Hát főleg az, hogy amit nem láttak. Tehát a csendéletet egyáltalán azt még senki nem látta, csak a családtagjaim. De tényleg, egyébként, ha itt 70 van körülbelül, úgy összességében mennyi munkád van neked? Nem tudom. Egyszer megszámoltam itt a lakásba, tehát apukámnál, nálam, meg tehát ami csak vászonon volt, az 120 darab volt. És akkor van papíron, akvarellt is csinálok, hát mindenféle, tehát annyira szeretem, hogy hát nyugdíjas vagyok, ugye? És akkor van időm, idézőjelbe. Időmilliómos. Időmilliómos. És ha már itt tartunk, ahogy említettem, vannak itt olyan munkáid, amiket mi már láthattunk, itt most mondjuk a székekre, de a a székeket azért már láthattunk. A székeket, igen. Most is gondolom le lehet ülni, onnan is lehet becserkálni. Ez hasznos tárgy, persze, tehát le lehet ülni, de hát így jobb. Például a nagyanyám féle pad, azon a hangjegyek az a himnusznak az első sora. Mármint zeneileg. Zeneileg, igen. Csak hát innen nem látod, mert a fent a kotta, az a himnusz első sora van lefestve. Igen. Ja, és akkor még azt akartam mondani, hogy azért gondoltam én erre a kerítéstálatra, mert jó lenne egy hagyomány belőle. Tehát mit tudom én, az idén mondjuk én ezt elkezdtem, de hát vannak mezőberényben nagyon sok alkotók, és akkor mit tudom én, jövőre folytatná valaki. És akkor ebből lenne egy ilyen hagyomány. Szerintem ez nagyon jó lenne, de hát majd most én leszek a próbababa, és akkor majd kiderül, hogy egyáltalán sikerül, vagy nem. Belebukik az ember, vagy jót talált ki. Hát az idő, az, ha úgy nézzük, nincs veled, mert nagyon meleg van. Hát az idő nincs velem, de az árnyék, igen. Remélem az ismerősök, igen. Hát kívánom minden esetre, hogy sokan megnézzék, és akkor gratulálok neked ez az ötletet, ez ismét egy zseniális dolgot találták ki. Köszönöm szépen. Ja, én köszönöm szépen, és remélem sokan eljönnek. A művész fantáziája az egy csodálatos dolog. Szárnyal, mint a pillangó, ugye, ez is színesen.
és akkor van nekem egy holland festőtársam, akivel ebbe az évben ismerkedtünk meg, és hogy mennyire nagy a művészet fantáziája, ezt szeretném nektek bemutatni. Lódi Gábornak hívják, egy holland művésztársunk, és hát ez egy alkotás. Most szeretném, ha játszanátok velem, hogy körülbelül mi lehet ennek a neve. A festőtársaim, akik ismerik, azok ne mondjanak már semmit, jó? Mondjatok már, mi lehet ez? Aurora szigonya. Nagyon jó ötlet. Van még ötlet? Lepkefogó. Lepkefogó. Nagyon jó. Igen. Van még ötlet? Szia, Marci. Mikrofon is lehet. Te nem mondhatod. Te nem mondhatsz, igen. Jó. És akkor, tehát hogy mennyire szárnyal a művészi fantázia, elmondom nektek, ennek van egy használati helyzete, így kell vele csinálni. Felszámolják. Nem, hanem elfelejtettem. Légalagút vágó, igen. Tehát légalagút vágó, tehát ez a művészi fantázia, hát hihetetlen. Úgyhogy... Golyó cirkulációs ingó stabilizátor. A másik az, hogy a kerítéstárlatot szeretném, hogyha ebből hagyomány lenne, és esetleg valaki másik festőtársam folytatná, mondjuk jövőre. Ti? Mert ez egy egyszeri megismételhetetlen szerintem. Hát ha valaki kedvet kap, és akkor majd folytatja. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és szeretném, ha egy kicsit az emlékkönyvembe írnátok, mert majd mikor reszket a kezem, és oda kell kötni az ecsetet, és úgy fogok festeni, hogy tudjam majd olvasgatni, hogy ki mit írt nekem, jó? Azt nagyon megköszönném. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a munkáimat. Köszönjük. Ja, és fogyasszátok a... keltetekbe, jöttetökbe egy kicsit, lehet. Hordjátok is egy kicsit. Köszönjük. Yes. Thank you.